Évek óta a kerület egyik legnagyszerűbb képzőművészeti tárlata a középiskolásoknak meghirdetett országos verseny, amit a 18. kerületi önkormányzat támogatásával a Kondor Béla Közösségi Ház rendez. Ezen alkalomból az ország számos iskolájából érkeznek festmények, grafikák vagy iparművészeti alkotások. Az idei verseny fődíjasa Pápáról érkezett, egy nagyon aprólékos munkával, amit 2 hónapig készített. Ez a globális probléma, amit próbáltam átadni, többek között az éhezés, vagy az egyedüllét, elhagyatottság gondolatát próbáltam magába elrejteni, és a néző elé tárni. És közben ennek az állapotnak minden kis mozzanatát próbáltam az apró részletekben elrejteni, és minden, ami bármilyen szállal kapcsolódhat ehhez a problémához. Számomra azért érdekes erre az eseményre ellátogatnom, mert itt olyan gondolatokkal és képzőművészeti megoldásokkal lehet találkozni, ami a mostani kisművészek fejéből pattan ki. 16-18 évesen is lehet olyan erős egy alkotás, ami már komoly művészeti érték szintjére emeli azt. A Kondor Béla Közösségi Házban lehet még megtekinteni a kiállítást.